Sziasztok! Itt van a Janka is. Janka, köszönsz? Nem köszön, alszik. Sziasztok! Jó estét kívánok mindenkinek! Na, ez most egy ilyen rendhagyó bejelentkezés lesz, mert hogy itt vagyunk a játékszínben, és legyen a feleségem című darabot fogják látni, aminek hát én vagyok az egyik szereplője. Ezt a darabot már 172-szer játszottuk, és én 172-szer csúfítottam el így az arcomat. Egyébként azt kell mondjam, hogy az biztos hallották már, hogy a színészek nagyon szeretnek olyan szerepet játszani, amiben csúnyák lehetnek, meg elrajzoltak, meg gátlástalanok, meg egy csomó minden olyan dolgot megengedhetünk magunknak, amit egyébként úgy nem vernénk. Úgyhogy ebben az egészben azt kell mondjam, hogy az elmúlt a 172 előadás az úgy jött létre, hogy én ezt játszom, várjunk csak 6 éve. 5 és fél. És azt kell mondjam, hogy azóta a legnagyobb sikereimet ebben a szerepben értem el, mert hogy ez egy vígjáték, de nem egyszerűen olyan, mint egy ilyen klasszikus vígjáték, hanem olyan, mint egy szitkom. Ezt a darabot, ezt Kapitány Iván rendezte, aki ugye egyébként filmrendező, Mi kis falunk, meg egy csomó minden dolog kötődik az ő nevéhez. Szóval ezt ő rendezte, és akkor megpróbált minket végig úgy instruálni, meg arra terelni, hogy kicsit ezt úgy játsszuk, mint amilyen mondjuk a Jó barátok. Tehát ilyen nagyon nagy eszközökkel, és ilyen szitkomszerűen. Nagyon jó ezt játszani, nagyon élvezem azt, hogy a nézők annyira szeretik, és hát egyébként még azt, akkor már itt vagyok, akkor megmutatom, hogy milyen kellékeim vannak ebben a darabban. Szóval például ilyen szép darabok. Egyébként ezt Tóth Enikőtől kaptam, akit mellettem öltözik, és ő is látható lesz ez a darabba. Ő Amerikából szervált ezt a nagyon szép darabot, ez egy bizonyos ponton a darabban felkerül a fejemre. De hát hogy szóval, hogy ezek szebbnél szebb dolgok. De azt hiszem, talán ezt is pont a Tóth Enikő hozta be. És akkor mutatnám, hogy nézzük meg, hogy például ez a ruha. Hát igen, szóval, hogy is mondjam, csak nem az Ázsia Centerbe vettük, de akár ott is vehettük volna. Szóval, hogy ekkora nagy ecsetvonásokkal leszek látható, érezik nagyon jól magukat. Mi úgy fogjuk, és szerintem önök is, úgyhogy legyenek velünk a szünetben is, mert jönnek az extrák. Jó szórakozást! Én még készülök. Hello! Na, menjétek már!